És most lássuk, ki kicsoda a választási plakátokon. Több ezer nyomtatvány lepte el a szavazás előtt az utcákat. A polgármester jelöltek mellett szinte minden sarkon ott vannak a képviselő jelöltek képei is. Az RTL Klub választási szakértője szerint több százmillió forintot költenek el a pártok és független jelöltek a kampányra az önkormányzati választások előtt. Mi arra voltunk kíváncsiak, vajon megéri-e az erőfeszítés, azaz ismeri-e valaki a képviselőjelölteket. Sminkek, frizurák, öltönyök, a paletta minden színében pompázó hátterek. Hetek óta mosolyognak ránk az önkormányzati képviselőjelöltek a plakátokról. Mind a választók kegyeire pályáznak. Tudja, hogy kicsoda? Sajnos nem. Halvány fogalmunk sincs. Én is ezen gondolkodtam. Hogy kicsodák? Hogy ki kicsoda, meg honnan jött, igen. És nem tudja? Nem. Igaz, a jelenlegi képviselőiket sem ismerték túl sokan. Megmondom őszintén, hogy azt hiszem, hogy nem. De lehet, hogy a... Na mindegy, mondjuk, hogy nem. Ha a régiekkel nem is, az újakkal legalább ma még sokat találkozhatnak. Van, aki a fiatalság bájával, más a frizurával, van, aki pedig higgadt mosollyal próbál meggyőzni. Rontja a városképet, és nem hiszem, hogy bárki is elolvasná. Ó, pedig biztos lát egy csomó jóképű férfit, mondjuk itt pont mögöttünk, nem? Tudom, nem? Melyiket? Nem hiszem. Tudja, hogy milyen a munkásságuk, vagy mik a terveik? Nem igen. Nem igen, de annyit tudok, hogy aki nálunk volt önkormányzati képviselő, arról nem hallottam semmit, hogy valamit tett volna ott a körzetben. Az RTL Klub választási műsorának szakértője szerint a nagyvárosokra jellemző, hogy nem ismerik a képviselőjelölteket. Egy budapesti kerület képviselőtestülete esetén azért ott valóban kevesebben ismerik, de vidéken, kisebb településeken ennek van jelentősége. Általában azt szokták mondani, hogy ugye az önkormányzati választást azt különbözteti meg az országgyűlési választásoktól, hogy itt a választópolgárok inkább személyekre szavaznak, nem pedig pártokra. A Borsod megyei Szirma Besenyőn úgy tűnik valóban így lesz. Igen, ismerem. Személyesen, igen. Hát gyerekkoruktól ismerjük azokat, akikre mi fogunk esetleg szavazni. Nekem az édesapja főnökön volt, itt a Gamesban, mert munkanélküli vagyok. És rendes család, úgyhogy le a kalappal. Ez pedig ott erős érv lehet. Tette már valamit a faluért, vagy pedig csak most indul? Hát, úgy pontosan annyira nem tudom, de azért én mindenféleképpen jót akar. Azért Budapesten találtunk olyat is, aki szerint igenis van értelme a plakátragasztásnak. Azoknak is élni kell. A nyomdának? Persze, világos. A kampányra a választási szakértő szerint több százmillió forintot költöttek a jelöltek és a pártok.